Totál károsra tört és az árokba csapódott a személyautó az ütközés következtében. Ma kora délután Füzesabony közelében egy mentőautó és egy személyautó szenvedett balesetet. Az okát egyelőre nem tudni. A mai napon 12 óra 15 perckor Füzesabony közelében egy mellékúton eddig tisztázatlan körülmények között egy személygépkocsi és egy mentőautó összeütközött. A balesetben két személy orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett. A helyszíne és ideje alatt rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. A szerencsétlenségben súlyosan megsérült a személyautót vezető férfi, őt életveszélyes állapotban szállították kórházba. A mentőautó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentőben egy beteget szállítottak, neki nem esett baja. Úgy tudjuk, a mentőautó használta a megkülönböztető jelzést, de ezt egyelőre a rendőrségi sajtó szóvivő nem erősítette meg. A baleset valószínűleg előzés közben történt, hiszen mindkét autó ugyanabból az irányból érkezett. A híradás úgy tudja, a személyautó sofőrje a helyszínen műszaki hibára hivatkozott. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.